nem megy ez a göröggel, a te szíved nem megy ez az enyémmel, mert a tiéd csak farsággal van tele, megcsalná az enyémet, ha lehetne. Zsiku Zsuzsanna énekel a zenekar újévi koncertjén. Ám ezúttal nem kétségkívüli tehetsége, énekhangja a lényeges, hanem a ruha, amit visel. Mert hogy Zsuzsi ezzel, mármint a viseletekkel, amelyeket a fellépéseken is használ, kultúrát közvetít. Na, és hát akkor itt van ez a fekete aranyruhám, ez volt rajtam az új évköszöntőn. Most ezt a felső részét, ezt is mindjárt megmutatom, ez külön a fűző. Ezt addig ide teszem. Mivel a sárközi és a kalotaszegi viselet a kedvencem, ezért ezen a ruhán is abszolút a sárközi, illetve a kalotaszegi díszítő elemek láthatóak. Az alján lévő díszítés, ami a kalotaszegire utal, hiszen ott is a szoknyán, illetve a kötényen is szalagokat láthatunk. Egyébként életfa motívum szerepel rajta a ruhán, és amik itt a páváknak a fark tollán látható, az pedig a sárközi főkötőről származik. Ez a fotó az első bizonyíték rá, hogy egész kicsi lánykorában már otthonosan hordta a viseleteket. Beleszülettem, mondja. Ez volt az első sárközi kis ruhácskám, ezt nagyjából 3 éves koromban hordtam. Ez volt hozzá a kis blúz, meg a pruszlik, úgy hívják itt a sárközben a mellényt, hogy pruszlik. Van ehhez egy darab alsó szoknya. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretem ezt, és hát természetesen ezt is megőrzöm, mert ha úgy alakul, akkor jó lesz majd az én kislányomnak. Beleszülettem a viseletekbe tulajdonképpen. Majd megmutogatom, vannak itt olyan darabok, amiket még az apai dégy nagymamámtól örököltem, úgyhogy meg hát így sárközi lány révén furcsa is lenne, hogyha nem lennék tele viseletekkel és ékszerekkel, meg hát valahogy kötelességemnek is érzem, hogy így, hogy a népzenével, a népdalokkal foglalkozom, hogy legyenek tárgyaim, hiszen az énekhez, a zenéhez szorosan hozzá kapcsolódik a viselet, az ékszer, a különféle tárgyalkotó művészetekből darabok, úgyhogy azt hiszem, hogy ezek így alkotnak egy nagy egységet. Ez is egy különlegesebb, a szívemhez is közel álló, több száz éves darab szintén. Ezt még a déd nagyanyám is hordta, sőt, a nagymamám is ebben ment férjhez, és anya is még, amikor volt apával a lakodalmuk, akkor mint menyecske felvette ezt a ruhát. Hát a rojtok azok ugye újak rajta, meg ez a szalagdíszítés, ez új, viszont ez a dísz, illetve ez még a régi eredeti. Úgyhogy ezt is nagyon-nagyon szeretem. Természetesen gyűjtök, bármerre járok, és ha találok valami szépséget, akkor kénytelen vagyok megvásárolni. És hál' Istennek, a közösségi oldalaknak köszönhetően nem is feltétlenül kell rengeteg kilométert megtenni azért, hogy egy-egy darab a birtokomba tudjon kerülni, hiszen az interneten is lehet vásárolni nagyon szép darabokat. Hoztam haza most olyan ékszert is, amit így az interneten keresztül sikerült megvásárolnom. Ezektől a kincsektől nem szoktak megválni, hogyha valaki nagy nehezen hozzájut. Nagyon-nagyon sok idő, nagyon sok munka, amíg egy-egy darabot meg lehet szerezni. Nekem is van olyan darabom, amiért nagyon sokat küzdöttem, hogy az enyém lehessen. Ez egy kalotaszegi, magyar vistán vettem. Gyöngyös kötény, ennek is jó nagy súlya van, és ez is végig kézi munka, végig gyöngyök díszítik, és amiket itt az oldalán és az alján lehet látni,
nagyobb gyöngyöket, ezek eredeti hólyag gyöngyök. Ilyeneket pedig nem is lehet már kapni, ezek a nagyobbak. Ez is ünnepnapokon szokták a nagyobb lányok viselni. A kisebb lányoknak is ugyanilyen gyöngyös van, csak hát nyilván az kisebb méretű, nem is ennyire nehéz, és gyakorlatilag misére, különféle jeles napokon szokták felvenni. Hogy mit vesz fel egy-egy fellépésre, nagyon sok összetevős meséli. Függ a helytől, a színpadképtől, a világítástól, a koncert műsorától. Soha nem adnám el egyetlen darabomat sem, mert ezek számomra kivételes eszmei értékkel bírnak. Része annak a világnak, amit képviselek, mondja. Nem sokszor szoktam viseletben énekelni. Van, amikor a hely, a színpad, a közönség egy adott műsor megkívánja, viszont mindig próbálom úgy összeállítani a fellépő ruháimat, hogy legyen benne valamilyen viseletdarab. Ha nem is konkrétan maga a viselet van rajtam, de akkor abból egy részlet, egy ékszer, egy fülbevaló, vagy egy öv. Ennek az a neve, hogy dulendlé, ez is kalotaszegi. Ezt így háromszögbe szokták hajtani, kicsit nehéz. Gyakorlatilag ez a fátyol, a mennyasszonyi fátyol, ezen is ugye az életfa látható, és ezt úgy szokták felvenni, hogy ezt a csipkét felveszik. Jó, hát kontyuk szokott lenni, most én azt nem fogok csinálni. Ezt ugye így felkötik magukra. Így. Igen, ez nagyjából ennyire elő szokott lenni. Persze ehhez el kell képzelni még a viseletet, alsó szoknyákkal, mindenféle ékszerekkel. És akkor így szokták. Így, mindjárt ezt jól beigazítom. És ezt így oldalra. Hát jó, ez még leszokott lenni csatolva, és akkor tulajdonképpen ez így van. Hogy az új esztendő